Köszöntöm kedves nézőinket október 26-án pénteken itt a Bajai Televízióban. Híradónk kezdődik, egy rövid tartalomjegyzék. Szinte csak a házszám a régi, átadták a kívülbelül megszépült Hadik utcai orvosi rendelőket. Korszerűbb környezetben főzhetnek. A térségben több településen is közétkeztetésben résztvevő konyhák újulhatnak meg. Rendhagyó történelem óra. Mátyás király korában érezhették magukat a diákok pénteken. Mostantól új környezetben köszöntheti betegeit dr. Völgyi Balázs és dr. Cukkantal. A májusban kezdődő munkálatok során a Hadik utcai rendelőkben kicserélték többek között a nyílászárókat, és az épület új hőszigetelést, valamint új tetőt is kapott. Pénteken pedig sor került az ünnepélyes szalagátvágásra is. Egy korszerű, teljesen megújult épület, körülötte pedig rendezett udvar és játszótér fogadja mostantól a Hadik utcai orvosi rendelőhöz érkezőket. A felújítás még májusban kezdődhetett meg, településfejlesztési források elérésével, most pedig a hivatalos átadásnak is eljött az ideje, mondta ünnepi beszédében Fercsák Róbert polgármester. Az önkormányzatnak, mind a várost működtetőnek kötelessége és a feladat ellátása az hozzátartozik, hogy ezekre a dolgokra hangsúlyt fektet. És hát ez az indok annak, hogy haladunk ebben a témában is előre az erőnkhöz képest, illetve a pályázati források lehetőségeihez képest. Az átadón Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta. Az egészségügyi fejlesztések kiemelt fontosságúak. Baján 2014 óta összesen 7 milliárd forintot fordíthattak erre a célra, amelyből többek között a Bajai Szent Rókus Kórház és több házi orvosi rendelő is tovább szépülhetett. Én azt gondolom, hogy fontosak ezek a fejlesztések azért, mert hogy megfelelő körülmények között is biztonságban tudják ellátni a betegeket, és hát megfelelő körülmények között tudnak dolgozni az orvosok is, illetve az ápolók is. Azt tudom mondani, ha egy mondatban kéne összefoglalni, hogy sokat sikerült előrelépni az egészségügyi fejlesztések tekintetében. A beruházásnak az itt praktizáló házi orvosok is nagyon örülnek. Dr. Völgyi Balázs és dr. Cukkantal munkájuk során összesen közel 5000 beteget látnak el ezekben a rendelőkben. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az önkormányzat partner volt az elképzeléseink megvalósításában, és arra, hogy keretet tudtak biztosítani az eszközparkunk részleges felújítására is, amire úgy gondolom, hogy a betegellátás magasabb színvonalon tudjuk ezen túl végezni. Itt a rendelő megnyitása óta dolgozom itt, 1990. július 1 óta. Most került felújításra ez a rendelő. Nagyon szép, korszerű rendelőt kaptunk. Nagyon köszönjük az önkormányzati ilyen irányú támogatását. A beszédek után közös szalagátvágás következett. Az épület pedig nem csak új nyílászárókat, hőszigetelést és tetőt kapott, hanem belülről is megújulhatott. Teljesen új vizes blokkokat, akadálymentes mosdókat, rendelőket, várókat is kialakítottak a munkálatok során. Az önkormányzat kérésére pedig a kommunális Kft. Az udvart és a rendelő melletti területet is szépé varázsolta. Ezen túl egy játszótér is segített a várakozási idő eltöltésében a szüleiket, nagyszüleiket elkísérő gyerekeknek. Október 28-án kezdődik a téli időszámítás, vasárnap hajnali 3-kor az órákat hajnali 2-re állítjuk vissza. A nyári időszámítás Európában egységesen elfogadott rendszer, mellyel a helyi időt március végétől október végéig egy órával előre állítjuk az adott időzóna idejéhez képest. A normál, azaz a téli időszámításhoz október utolsó vasárnapjától március utolsó vasárnapjáig térünk vissza. A módszer azon alapul, hogyha a lakosság szokásos ébrenléti ideje a reggeli 7 és este 10 óra közötti időszak, minél inkább egybeesik a természetes világosság idejével, annál kevésbé kell világítást használni, azaz villamos energiát lehet megtakarítani, olvasható a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT közleményében, akik évek óta mérik és elemzik az óraátállítás körüli napok fogyasztási adatait. Ezekből látszik, hogy az óraátállítással évente egy közepes méretű magyar város teljes fogyasztásának megfelelő villamos energiát spórolunk meg. Az 1980 óta működő rendszer segítségével eddig közel 4000 gigawattórára becsülhető az energiamegtakarítás, amely az ország közel 5 heti átlag fogyasztásával egyenlő. Az óraátállítás haszna ugyanakkor a környezetvédelem területén is megmutatkozik. Az alacsonyabb fogyasztás kevesebb káros anyag kibocsátással jár.
A térség 4 településén közel 150 millió forintból újulhatnak meg a közétkeztetésben résztvevő konyhák. Baján, Dunafalván, Dusnokon és Sükösdön is energetikai fejlesztések, valamint eszközbeszerzések történhetnek, amelynek eredményeként korszerűbb és költséghatékonyabb épületekben folyhat majd a mindennapi munka. A négy konyhában összesen 1500-an étkeznek naponta. Az alsó tagozatos gyerekek ebédelnek éppen a sükösdi étkezőben. Az önkormányzat konyháján több mint 300 adagot főznek hétköznaponként, elsősorban az iskolás és az óvodás gyerekekre, de több intézménybe is szállítanak főtt ételt, és a helyiek közül is sokan rendelnek az ebédből. Az általános iskola mellett álló konyhát a 60-as években építették, azóta pedig a mostanihoz hasonló átfogó felújítás nem történt. A nagy község most 38,5 millió forintból korszerűsítheti az épületet. A teljes konyhánkat föl tudjuk újítani, mind a főzőkonyhát, mind az étkező részét. Javarészt az energetikai beruházás, tehát az épület homlokzati tetőszigetelése, fűtéskorszerűsítés a belül meglévő radiátoroknak a cseréjével és a belső nyílászárók cseréjével, illetve a dolgozókat kiszolgáló szociális résznek a felújításával, járólapok cseréjével, és jelentős mértékben van benne eszközbeszerzés is. Szeptember végén jelentette be az Agrárminisztérium, hogy Csávolyon, Érsekhalmán és Sükösdön is megújulhat a főzőkonyha. A korszerűsítés nem csak a működési költségeket csökkenti, hanem biztosítja a jó minőségű ételek készítését is, mondta Zsigó Robert államtitkár. Nemrégiben 50 millió forint körüli támogatást kapott néhány település a konyhájának a felújításához, és ehhez jött most egy újabb pályázat. Ez a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Pénzügyminisztérium közös pályázata, és itt 150 millió forintot nyertek települések, hogy a Baján a Jelki iskolában lévő konyhája újulhat meg a Baja Marketing Kft.-nek. Teszem hozzá, a város az elmúlt esztendőkben több lépésben újította meg a konyháit. A bajai konyha 80 millió, a dusnoki 19, míg a Dunafalvi közétkeztetés több mint 13 millió forintból újulhat meg. 5 éve pályázunk a konyha felújításra, ez inkább egy energetikai pályázat, mert ugye ez egy lakodalmas ház volt, jobban a külső szigetelés, nyillászárók cseréje, kevés eszköz van benne, de várhatóan 19-ben ez az esemény meg fog történni, a döntések most születtek meg, most a kivitelező kereséssel fog folyni majd. A fejlesztésekkel 2019 év végéig kell elkészülniük az önkormányzatoknak, így a legtöbb helyen a nyári szünetre ütemeznék be a munkát. Kapdebó Tamásra emlékeztek Baján az Ady Endre Városi Könyvtárban. A bajai származású író utolsó kötetéről ezúttal két lánya mesélt az érdeklődőknek. A részletekkel a sportpercek előtt jövünk. Megkezdődtek a munkálatok a Bánkbán utcában. Az építés során a Baja-Szent Istváni városrészben található útszakaszon a korábbi zúzott kőborítást szilárd útburkolatra cserélik. Az aszfaltozási munkálatokkal a tervek szerint egy hónapon belül elkészülnek a szakemberek. Javában zajlanak a munkálatok a Bánkbán utcában. A Baja-Szent Istváni városrészben néhány nappal ezelőtt kezdték meg a szilárd útburkolat kiépítését. A munkálatokat a bajai kommunális és szolgáltató non-profit Kft. Szakemberei végzik, akik több fázisban hajtják végre a feladatokat, mondta Juhász István, a vállalkozás vezetője. Jelen pillanatban Bánkbán utcának az aszfaltozása, annak is a földmunka, valamint a szegélyezés, és a szegélyezésnek pedig pontosan a vízzel vezető rétegnek a terítése és annak a tömörítése folyik jelen pillanatban a hátam mögött. A szegélyezést követően leterítik a tükröt, ezután veszik kezdetét a tényleges aszfaltozás, tette hozzá az ügyvezető. Szükség volt a munkálatokra, amint egy 400 méteres útszakasz ugyanis korábban földút volt. A felületet néhány évvel ezelőtt zúzott kővel borították be, az azonban csak ideiglenesen oldotta meg a problémát, mutatott rá Csupák Nébesesek Andrea alpolgármester. A bizottság, a szakértők úgy döntöttek, hogy most ezt az utcát fogjuk aszfaltozni. Ennek az útnak megvoltak már a tervei, már az elmúlt évben készen állt, hogy mikor lesz lehetőség, mikor tudunk pénzt rakni hozzá, és erre az évre, erre a költségvetési évre a Bánkbán utca be volt tervezve.
A régóta várt fejlesztésnek a helyiek is örülnek. Nagyon örülünk neki, körülbelül most már 24 év, hogy ezt a telket megvásároltuk és építkeztünk, úgyhogy most nagyon jó, hogy most már megérkezett ez az aszfalt, úgyhogy vártuk már nagyon, hogy ne legyen ez a nagy por, sár, úgyhogy örülünk neki. Az építés jó ütemben zajlik, így ha az időjárás is kedvező lesz, a tervek szerint egy hónapon belül véget is érnek a munkálatok. A szakemberek arra kérik a lakosságot, az aszfaltozás idejére ne használják a kapubejárókat, a parkolást pedig lehetőség szerint a környező utcákban oldják meg. Újraindul az Otthon Melege program novembertől, amellyel a háztartási nagygépek cseréjére nyílik lehetőség. Az új kiírással a kormány 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a családok energiafelhasználásának csökkentéséhez, mondta Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára. A program célja, hogy a lakosság olyan hűtő-fagyasztó, valamint mosógép készülékeket szerezzen be, amelyek hozzájárulnak a rezsiszámlák csökkentéséhez. Három kategóriát különít el a tárca, az A+ kategóriában háztartásonként 20 ezer forintra, az A++-ban 40 ezer forintra, míg az A3+ kategóriában 45 ezer forint támogatása lehet pályázni. A pályázatokat régiónként eltérő időpontokban november 5-e és 19-e között lehet benyújtani, kizárólag elektronikusan, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A tárca a tavalyi 600 millió forintos támogatási összeget a tavalyi érdeklődések száma és a felhasznált összegek nagyságrendjére tekintettel 2 milliárd forintra emelte. Az Otthon Melege program nem csak az anyagi megtakarítás szempontjából előnyös, hanem környezetkímélő hatása is kimutatható, hiszen a korszerű berendezések használatával évente 100 ezer tonnával csökken a széndioxid kibocsátás. Rendhagyó történelemórát tartottak a Sugovica Sportiskolai Általános Iskolában. Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából hirdették meg 2018-ban a Mátyás király emlékévet, ehhez kapcsolódva szervezték meg a programot a Bajai Intézményben is, ahol ezúttal az 5. osztályosok ismerkedhettek meg a történelem ezen korszakával. Mi volt Mátyás király kedvenc csemegéje, és milyen táncokat roptak akkoriban? Ezt is megtudhatták a diákok a rendhagyó történelem órán. A vetítésből pedig a reneszánsz építészet remekeit is megismerhették az 5-esek. Ebben az évben van az 560. trónra lépésének az évfordulója. És milyen feladatokat kaptatok? Hát fűszereket kellett megszagolnunk, és kitalálni, hogy azok mik, illetve egy szöveget kellett elolvasnunk, és egy kérdésre a szövegből válaszolni. Az Éva néni nekünk csütörtökön elmondta, hogy ez egy rendhagyó történelmi óra lesz, és hogy akkor átbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni, és szerintem az egy nagyon jó ötlet volt. Ezt megelőzően júniusban egy reneszánsz projektnapot is tartottak már az intézményben az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően. Ez a mostani program annak a folytatásaként jött létre. Mivel 5. osztályban a gyerekek ismerete Mátyás királyról még csak a mondákra alapszik, ezért az az ötletünk támadt, hogy egy rendhagyó történelemóra keretében ismertetjük meg Mátyás király történetét velük. Az iskola aulájában vándorkiállítás fogadta a héten a tanulókat, ahol a tablók és a tárlókban bemutatott dokumentumok nyújtottak információkat a korról. A tárlat anyaga 5 bajai iskolába jut el az ősszel, aminek szervezését dr. Zöld Lászlóni önkormányzati képviselő vállalta fel. A város lakossága és a diákok minél többet tudjanak meg Mátyás királyról és az életéről, a Hunyadi család életéről. És mivel hogy 2 évnek ezelőtt 2016-ban a Márton évet megtartottuk, nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Tavaly a Szent László évet mindenképpen úgy éreztük, hogy hagyományként és a köztudatba minél jobban elmenjen az, hogy mennyire fontos az, hogy a fiatalság, a diákok minél többet tudjanak ezekről a nagyjainkról. A tablókat az iskolák után a városi könyvtárban mutatják majd be, ahol a témával kapcsolatban egy előadást hallgathatnak meg az érdeklődők november 12-én este 6 órakor. Kapdebó Tamásra emlékeztek Baján az Ady Endre Városi Könyvtárban szerdán.
A bajai származású író az 1956-os forradalom leverése után Nagy-Britanniába emigrált. A tavasszal elhunyt költő utolsó kötetéről ezúttal két lánya, Kapdebó Lili és Loft Andrea mesélt az érdeklődőknek. Az író második felesége Anna Kén magyarul olvasta fel gondolatait, de az író több pályatársa, barátja és tisztelője is elküldte méltató levelét az emlékestre. Május 23-án, 84 éves korában hunyt el Dublinban a bajai származású író, műfordító, irodalom és kultúrtörténész, akiről családjával közösen emlékeztek meg a bajai olvasók. A költő verseiből és önéletrajzi ihletésű novellájából régi barátja, Mécs Károly, a nemzetművésze olvasott fel a közönségnek. Ő az első padsorban ült Imrével. Ismeretei meghaladták a tanulnivalókat, tehát főleg rajzolgatott a füzetébe. Legközepébe két lapra nyílott a kockás füzet, ezt belepte kék színes ceruzával hullámosra rajzolt tenger. Tetején fehér hajók úsztak, a hajók alatt nagy szürke halak, a tengerfenéken felismerhetetlen polipok és rákok másztak. Kapdebó Tamás az 56-os forradalom leverését követően távozott az országból Nagy-Britanniába. Fordulatos életpályája során volt egyetemi könyvtáros Walesben, ő alapította a brit Georgetown könyvtárát és igazgatott írországi egyetemi gyűjteményeket is. Irodalmi munkássága több mint 40 kötetet ölel fel, a bajai honpolgárba is publikált. A sors fintora, hogy éppen halála napján lett volna utolsó könyvének bajai bemutatója. Ezért most lányai Kapdebó Lili és Loft Andrea mesélt a Bókokat halászni című angol nyelvű kötetről, amelyben rövid, vidám írások olvashatók a halfajtákról. Ezeket a rokonoknak és barátoknak ajánlotta a szerző. Terve volt, hogy ezt is azért idővel magyarra fordítják, hogy nagy közönség is megismerhesse. Ugye a felesége, a másik lánya a bajai emlékekhez az életutat említették, őt vidézték meg, hogy nagyon szívesen állandóan visszajárt a családi rokoni kötődéseket. Ugye neki a Duna volt a mindene. Ugye erről is, hogy a Danubius Danubia regény folyama az, ami a legkedvesebb számára, ami ugye a Dunáról szól az összes műve közül. Kapdebó Tamás pályája során számos rangos elismerésben részesült, amelyek közül kiemelkedik a 71-es Nemzetközi Irodalmi Díj, az 1999-es Arany János Díj és a 2001-ben elnyert József Attila Díj. 2017-ben pedig a Magyarország babérkoszorúja kitüntetést vehette át. Bajaváros 215 éves lövész múltjára emlékező hagyományőrző versenyét rendezte meg a Vízügyi Lövészklub Baja. A meghívásos minősítő légfegyveres lövészversenyen serdülő ifjúsági és felnőtt korosztályban 99 egyéni induló lőlapját értékelték a bírók. A Vízügyi Lövészklub Baja versenyzői közül Gál Botond első, Tóth Dániel pedig harmadik helyezést ért el, míg a csapatversenyben a második helyen zártak a mieink. Hazai környezetben szerepelt a KSE Szent László AMK Baja röplabda csapata az U19-es országos bajnokság aktuális fordulóján. Deli Pálinkás Anikó tanítványai egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a tornát, a Kecskemétet legyőzték, míg az EVSE gárdájával szemben veszítettek. A lányok legközelebb egy hónap múlva játszanak újabb bajnoki mérkőzéseket. Szombat és csapatsport. Így lehet összefoglalni az előttünk álló hétvége sportkínálatát, ami ezúttal a csapatainkra fókuszál. Hétvégi előzetesünk következik. Szombaton megkezdődik a 2018-2019-es Városi Teremlabdarúgó Bajnokság. A Dr. Posta Sándor sportcsarnokban 4 osztályban játszanak a csapatok, szombaton és vasárnap is reggeltől estig lesznek mérkőzések. Az első osztály csapatai szombaton délután kezdenek. A pontvadászat március végéig tart, míg a hagyományos szilveszter kupát majd decemberben a kettő ünnep között rendezik meg. Szombaton délután hazai pályán szerepel a Baja Szent Istváni labdarúgó csapat. Puskásék 14 óra 30 perctől a Mékút gárdáját látják vendégül a Vasvári Pál utcai sporttelepen. A Bácska kosarasai pedig a bajnoki veretlenségüket szeretnék megőrizni ezen a napon. Erre jó esélyük is van az egyetlen győzelemmel a tarsolyában Bajára érkező Újpest gárdájával szemben. Igazából ugyanúgy készülünk, mint az eddigi mérkőzésekre. Azt gondolom, hogy kötelező győzelemnek mondanám ezt is. Nem leírva az Újpestet, hanem nézve az erőviszonyokat.
és mindenféleképpen győzelmet várok, és szeretném, hogy minél többen kijöjjenek a mérkőzésre, mert azt látom, hogy minél egyre többet haladunk előre, egyre több néző is jön ki a meccseinkre, úgyhogy remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és egyre többen lesznek kint, és szurkolnak nekünk. A mérkőzés 17 órakor kezdődik az MNAMK sportcsarnokában. A női kosarasaink pedig idegenben próbálnak meg pontokat szerezni. Tamás Zoltán lányai szombaton a Szeged vendégei lesznek. Híradónkat egy rövid összefoglalóval zárjuk. Szinte csak a házszám a régi, átadták a kívülbelül megszépült Hadik utcai orvosi rendelőket. Korszerűbb környezetben főzhetnek. A térségben több településen is közétkeztetésben résztvevő konyhák újulhatnak meg. Rendhagyó történelem óra. Mátyás király korában érezhették magukat a diákok pénteken. Kedves nézőink, péntek esti híradónkat láthatták itt a Bajai Televízióban, legközelebb hétfőn este 6 órakor jelentkezünk majd ismét. Még elmondjuk a hétvége várható időjárását, és elolvashatják a vízállás aktuális adatait is. Én a műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szombaton az ország északi felén erősen felhős lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, másutt a több-kevesebb napsütés mellett változóan felhős idő lesz, és kevesebb lesz a csapadék. Északnyugaton az északi, másutt a délnyugati szél megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet északon, északnyugaton 10 és 16, másutt 17 és 24 fok között várható. Vasárnap eleinte még számíthatunk több-kevesebb napsütésre, majd a déli óráktól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé alakul ki eső, zápor eső. A déli szelet erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 és 25 fok között valószínű.